Dalmandon nagy volt a sürgés forgás a településen több egyére megrendezett falunapon, ahol a szervezők inkább késő délutára tették a programokat, óva ezzel mindenkit a nagy melegtől. Harmadik éve vagyok polgármester, harmadik éve tartok falunapot. Nem igazán volt hagyomány előtte nyárzáró rendezvényt tartott a régi rendszer, vagy a régi polgármester asszonyunk. Én azt gondoltam, hogy csapatépítő jelleggel, emiatt van a főzőversenyünk. Első évben 10 csapatunk indult, tavaly 11, az idén 13-an mérettetik meg magukat. Most ez a főzőverseny ez úgy működik, hogy mi minden húst és minden hozzávalót beteremtünk. Tehát ők 50 főre főznek, és nagyon szívesen teszik ezt. A káposztasalátát a közmunkás dolgozók és a hivatali dolgozók elkészítik. A kenyeret, mindent mi veszünk, és azt szeretnénk, ha mindenki is jól lakna és jól érezné magát. Zsűrizzük az elkészített ételeket. Nyilván minden csapatról megemlékezünk egy emléklap és egy csekély ajándék ellenében, de az első 3 helyezett kap kupát, és ők oklevelet is. A nap programjainak összeállításakor a település önkormányzata évről évre szem előtt tartja, hogy a falunapon mindenki megtalálhassa a kedvére való programot. A gyerekeknek idáig trambulinnal készültünk, és a hagyományos légvárral. Most azt gondoltam, hogy az idei évben egy népi játékos kis, hogy ebben is másítsunk, és ebben is egy kicsit vigyünk valami mást az életükbe. Nem tudtuk, hogy nem lesz 50 fok, mert a légvár az olyankor egy kicsit nagyon is meleg tud lenni, de hála Isten az idő nekünk kedvezett, és ezeknek a játékoknak is nagyon örülnek. Ilyet még nem láttak, ilyen még nem volt Dalmandon. Azt gondolom, hogy ez a nap arról szóljon, hogy rokonok, barátok együtt egy kicsit szabad levegőn kint itt találkozzanak, beszélgessenek egy jót. A programokat is próbáltuk úgy összeállítani anyagi helyzetünkhöz mérten, hogy ez a fiataloknak is szóljon. Most a fiatalok alatt értem nyilván a 30-40 éves korosztályt, mert mindenki számára nem tudunk megfelelni, de beleveszem az idős korosztályt is, hogy nekik is legyen olyan műsorszám, amit viszont ők szeretnek. Tehát akkor lesz musicalünk ma este, lesz lakodalmas zenénk, lesz mulatósunk, lesz tűzzsonglőrsó a gyerekeknek, az még pluszba, nyilván a felnőttek is élvezni fogják ezt. Az biztos, hogy a gyerekek örömmel próbálták ki a népi játékparkot korosztálytól függetlenül. Az este közelettével pedig akár a rendezvény jelképes támogatására is adódott lehetőség, ugyanis a tombola szelvények vásárlásából befolyt összeget a következő évi falunapra fordítja majd az önkormányzat. A tombola tárgyakat is próbáltuk úgy összeválogatni, hogy igenis érdemes legyen tombola jegyet venni, és harcolnak az emberek a tomboláért, mert értéktelen ajándékokat nem adunk. Itt szeretném megköszönni a vállalkozóimnak, a képviselőtestületem tagjainak, akik minden évben egyértelműen és egyhangúan megszavazzák azt, hogy mi hozzájáruljunk ehhez a falunaphoz saját költségből. A fák árnyékában helyet kapott főzőcsapatok között akadtak rutinosak, de olyanok is, akik első ízben települtek ki, hogy ők is kivegyék részüket abból a közösségi főzésből, melynek köszönhetően nem maradhat éhes száj a rendezvényen. Gyárdéi vadragú. Próbáltunk különlegeset. Mindenki pörköltet főz. Próbáltam egy különlegeset, amúgy erdélyi gyerek vagyok. Egy kis kocka krumplival lesz sütve, az lesz a köret. A kis térségben én úgy gondolom, hogy kevés ehhez hasonló volumenű rendezvény van. Itt szerintem a polgármester asszonynak a közösségteremtő ereje az, ami ennyi embert össze tud hozni, ennyi csapat elindul főzni. Én úgy gondolom, hogy képviselőként is úgy gondolom, hogy megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy ilyen volumenű rendezvény legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez miatt van ekkor rendezvény itt Dalmandon. A 4 tagú zsűrire várt a feladat, hogy kiválasszák a legjobban elkészített ételeket. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendeztük a főzőversenyt a falunapon. Nagyon örültünk, mert 13 csapat méri ma össze az erejét a főzésben. Nagyon sokféle ételt készítettek. Nekünk zsűrinek az a feladatunk, hogy mind küllemileg, mind pedig az ízre pontokat adjunk. Nagyon nehéz dolgunk volt, mert sok finom étel
volt. Nagyon-nagyon várjuk, hogy mi lesz az eredmény, és mindenkinek gratulálunk, aki részt vett ezen a versenyen. Amíg a zsűri a főző csapatok ételeit próbálta rangsorolni, addig a színpad is megtelt élettel, ahol Gregor Bernadett és Csengeri Attila műsora indította a kulturális programok sorát a jelenlévő körömére. Micsoda nő ez a férfi, neked csak játék a szerelem, könnyű lehet, ha sétálsz a szívedet. Falunap éjszakában nyúlóan kínál programokat az érdeklődők számára Dalmandon.